Üdv újra itt a kihívás második napján, ahhoz, hogy a mai leckét megértsd, ma arról fogunk beszélni, hogyan tudsz te is automatikusan ügyfeleket szerezni a TikTokon, mindenféleképpen nézd meg a tegnapi anyagot, mert egymásra épülnek a leckék. Az ötödik nap végeztére pontosan tudni fogod azt, hogy te, illetve azoknak a vállalkozásoknak, akiknek tartalmat fogsz gyártani, hogyan tudsz egy komplet, rendszeres, stratégiába gondolkozó profi TikTok csatornát felépíteni. Mindenféleképpen regisztrálj a november 10 i kurzus nyitó minden információt megtalálsz a videó alatti leírásban, de mielőtt elmennél, figyelj a mai anyagra. Ne hogy tudom, hogy az információ rengeteg, de ahhoz, hogy tud alkalmazni azokat a dolgokat, amit most tőlem tanulsz, mindig egy apró lépést tegyél előre, sokkal jobb csinálni, hibázni, tanulni a hibáidból, mint a kanapén okoskodni. Magyarország a foci illetve az énekesek országa. Csináld, hibáz és tanulj a saját hibáidból. Ezeken a képeken ugye engem lát baloldalt, amikor előadást tartottam Magyarország egyik legnagyobb elkereskedelm konferenciáján, a második pedig, amikor megnyílt itt a Dunaparton az irodánk, gyorsan lehet haladni, de ahhoz, hogy ilyen mértékben tudj növekedni, mindenféleképpen kitartónak kell lenned, anélkül semmit nem fogsz elérni. A mai téma, hogyan építs fel egy automatikus ügyfélszerzés a TikTokon, először is legyél rendszeres és aktív, mivel nem az első videóddal fogod megváltani a világot, de persze, ha az a videó tök jó, már az első videóddal is fogsz eredményt elérni, de stratégiában kell gondolkodnod azért, hogy rendszeresen tudd azt, hogy mikor, milyen tartalmakat kell csinálni, ennek a két oka van. Vannak olyan termékek, amiket nyáron sokkal jobban visznek, vannak olyanok, amit pedig téren, ezt le kell vetítened a saját vállalkozásodba, hogy mikor, melyik terméket viszik a legjobban. Soha nem tudod azt előre, hogy melyik videót fogják felkapni. Nekem van olyan videó, amit fél éve tettem fel, de még mindig pörög. Tehát ne törölj videót azért, mert az első egy órában nem látta senki. Az a legrosszabb visszajelzés magának a platformnak, ha egy videót törölsz, mert éppen azt nem nézték meg akkor nem nézték meg, törekedj arra, hogy a következő videó jobb legyen, de soha ne törölj olyan tartalmat, amin kevés megtekintés van. A kihívás tartalma, hogy tegnap megbeszéltük a short, rövid videó fontosságát a marketingedben, a mai napon az automatikus ügyfélszerzést, holnap a titkos szövegírás, utána pedig belemegyünk a gyakorlatba, mind a forgatásba, mind pedig magába a videó vágásába is. Az alapok mára már, a fogyasztói szokások megváltoztak, nagyon kevés olyan ember, ha egyáltalán lesz, hogy be fognak jönni az ajtódon, hogy sziasztok, én meg szeretném venni az te termékedet. Nekünk itt van a Budapest irodánk, fel van matricázva, aki itt erre eljön, lát minden, de így is nagyon kevés azoknak az emberek száma, akik bejönnek direktbe, hogy megtetszett az, amit csinálunk, inkább online találnak minket meg, vagy online írnak egy e mailt üzenetet. Azért mondom, neked kell a leendő ügyfeleidet magadhoz becsalogatnod. Nagyon nagy zaj van, ezért ki kell tűnőd a reklámzajból, indokot kell adni potenciális vevőknek, hogy miért téged válaszolnak. Először mindig add el saját magadat, a te személyiségedet, utána a termékedet sokkal egyszerűbb lesz. Az idő változik, de az emberek ugyanúgy imádnak vásárolni, mint 5-10 évvel ezelőtt. Nincsen semmilyen tündérpor, semmilyen zsábamacska. Egy a lényeg, neked kreatív tartalmat kell csinálni olyan szempontból, hogy be kell mutatnod a saját termékedet érdekesen, úgy, hogy eddig az emberek nem látták. Mindig lesz egy újabb megoldandó probléma, egy jobb, egy gyorsabb módszer, és neked az első között kell erre rálepülnöd. Vagy, ha van már egy megoldandó dolog, amit megoldasz, arra kell olyan tartalmakat gyártani, hogy folyamatosan mindig ugyanarról beszélj, de mégis más köntösbe add el ugyanazt. Első, mindenféleképpen legyen egy rész célod, ha már legyőzted magad, megvan az első videód, kiléptél a komfortzónából, akkor legyen meg az ezer követő. Ezért nagyon fontos, mert ugye lehet látni hogy az egyik ügyfelünk oldalán, az a viccebb, hogy ezt a képet kb. egy hete fotóztam és már a meglepő 210 ezer követővel rendelkezik. Azért kell ezer követőnek, hogy meglegyen, mert akkor tudsz linket betenni a profilodba, ami ugye azért kell, mert a videódban adtál értéket, eladtad azt, amit a videóban szerepel, utána át tudod őt irányítani a profilra, és a profilból, ha megvan az ezer követő, onnan egyből át tudod irányítani arra, amiről beszéltél a videódban. Külföldön van egy olyan funkció, hogy TikTok Shop, ahol látod most az én kurzoromat, ide be lehet tenni egyből azt a linket, ahol az emberek tudnak vásárolni. Sajnos ez még nálunk nem jelent meg, ez azért lenne nagyon jó funkció, mivel akkor amint itt látod, ez két vagy három lépés, ezt egy lépésre le lehetne szűkíteni, és minél szűkebb, minél kevesebb a lépés, ugye annál több az esélye annak, hogy minden ember, akinek a videót megtetszett, oda fog találni minél több lépés kell addig a pontig, amíg találkoznak veled, felmennek a weboldalra, vásárolnak, ez olyan, mint a egy vásárlás. Minél több információt, adatot kell megadnod, beigszelne pipálod, ugye annál több ember fog lemorzsolódni. Lényeg az ezer követő, egyből betenni a weboldal linket a profilba, és onnan át tudod őket egyből irányítani, hogy tudjanak vásárolni. A videód miértje? Ismerjenek meg téged, ahogy mondtam már, ha megismertek, megbíznak benned. Ha megbíznak benned, akkor hitelesnek tartanak, sokkal egyszerűbb úgy eladni, ha már megbíznak benned, mint amikor csak egy terméket, itt van, vegyétek meg. Bizalok meg benned, hiteles legyél, legyél véleményvezél a saját témádnak, és utána már sokkal könnyebben el tudsz adni. Ahogy mondtam, építs hitelességet, bizalmat az emberek felé. Ezt úgy értelmezem, hogy ne mindig szélsz világokat toj. Adj értéket, ismerj meg a személyiségedet, a te mi voltolat, miben hiszel, mik azok a dolgok, amikbe tudsz rezonálni, hogyan lettél az, aki... Nem mindig az, hogy szélsz, itt van, vedd meg, tök jó akciós. Nem. Ismerjenek meg téged, mert ha minden egyes tartalomba szélszenni akarsz, akkor, na, itt van még egy szakállat csávó, aki még gazdagabb akar lenni. Minél több kommunikáció érték kifelé, annál több bevétel befelé. Válj az emberek sorozatává, mint a barátok az hogy minden szerdán jön a Gergő videója, és én már alig várom. Az a legjobb, amikor minden van, mindig van egy olyan tartalom, amit konzisztensen minden kedden, minden szerdán posztolsz, és az emberek várják. Tehát, ha tudják azt, hogy szerda, akkor jön a te videót erről meg arról. Na de most van a -e fontos. Tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy miről akarod, hogy megismerjenek. Én engem 58 000 ember követ, Mondtam már, én téged nem arra fogok tanítani, hogy téged kövessenek világon a legtöbben, én arra, hogy azokból a követőkből hoz ki a maximumot, vagy a videódból hoz ki a legtöbbet. Tehát ezen ember látja a videódat, és 500-en vásárolnak, sokkal jobb, mint ha látja félmillióban, azt kutya nem vásárol. Vállalkozásként csak az számít, hogy te hogyan tudsz növekedni. Mert a saját bevételedből tudsz vásárolni, fejlődni, a követők számából nem fogsz. fókuszálni arra, hogy elér valós eredményeket. Valaki ezer követővel sokkal több pénzt csinál, mint én, mert sokkal jobb a kommunikáció, több platformon aktív, jobb a rendszerei. Ne a követők növelésére fókuszálj elsősorban, hanem arra, hogy találd meg azt, hogy miről akarod, hogy megismerjenek. Én azt szeretném, hogy aki velem találkozik, az tudja, hogy mi cégeknek több millió megtekintést hozom. Én vagyok az, aki magánszemélyeknek, vagy kezdő marketingeseknek, vagy azoknak az embereknek, akik valós eredményt akarnak bevételileg elérni, azoknak én tudok segíteni a képzésemmel, hogy ezt az eredményt elérjék. Én nem azt akarom, hogy aki velem találkozik, itt van egy TikTok szár 600 követővel, a TikTok király nem. Itt van az a csávó, aki felendíti a vállalkozásomat profi TikTok tartalommal, vagy megtanít arra, hogy én hogyan leszek képes arra, amit ő már 10-30 profilnál megcsinált, mivel rengeteg piacvezető csatornát, márkát húztunk fel az elmúlt években TikTokon. Itt van egy komment, hogy a látod, nem kell több száz videó és több tízzel követő ahhoz, hogy meglegyen az első sikerélményed. Az első videó egy plastikus sebésznek készült, és az ő marketinges kollégája írta nekünk ezt Facebookon, itt a videó lehet látni, 13.400 ember látta, de amint lehet látni itt a komment szekcióban, hozott 10 vagy 8 darab foglalt konzultációt. És már megértés, 13.000 ember látta, nem 500 millió. Kis számokból is lehet valós eredményt elérni, ha tiszta, jó, pontos a kommunikáció is. Ez a fontos. Mi a következőkben hiszünk. Két járatú út van, de itt is variált teszel. Minden marketing részében az élet bármely területén teszt, hogy ami jól működik, csinál tovább, ami nem megy, jöjj rá arra, miért nem működött. Ugye az első dolog, a weboldalad főoldalára irányítod az embereket. Ahogy mondtam, ha megvan az ezer követő, akkor egyből tudod irányítani őket a weboldaladra. A másik, hogy céltudatosan csak arról készítesz videókat, aminek a pontos vásárlási linkje van betéve a profilba. Ugye a kettő közt a különbség, illetve az előny az, hogy amikor az első opciót választod, Tegyük fel, csinálta egy videót a végbordról. Az a videó tetszett neki, rá kattint a gyűjtő oldalra, a kezdő oldaladra, és ott talán még 500 élményt, mert lehet, hogy nem szeret végbordozni, de látja azt, hogy ú, uh, itt a meglepéken ennyi opció van, akkor kiválasztja azt, ami neki tetszik. Ez az egyik opció, a másik, amikor csak a végbord élményről csinálsz több videót, mint ahogy lehet látni, hogy csináltunk három végbordos videót, és a jobb oldali képen ha valaki rákattintott magára a profilumban található linkre, akkor nem a főoldalra vitte oda, hanem egyből, ahol ki tudja választani az élményt és ahol meg tudja venni. A kettő közt ez a különbség mi, általában ezt variáljuk, egyszerű úgy, egyszerű így, és működik. Nyilván, ha látom azt, hogy mondjuk a végbord élmény tavaly nyáron úgy ment a legjobbat, hogy 5 videó és link, akkor a jövő nyáron megint ezt fogom csinálni. De ha látom azt, hogy másként, akkor mindig változtatok rajta. Tanulj! fejlődj, minél több videót fogsz csinálni, annál jobban rá fog állni a magyar arra, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Egy ideig azt gondoltam, hogy organikusan lehet fejlődni. Mindig azt mondom, hogy TikTokon van a legnagyobb lehetőséged arra, hogy pénz nélkül pénzt tud csinálni a kreatívan a tudásoddal. De ezt tudnod kell, hogy hogyan kell videókat csinálni. Ugye az, hogy organikus tartalmakat tud gyártani, abba időt kell fektetned. Ugye minél jobban fogsz fejlődni vállalkozóként, hogy általában az időd lesz a legkevesebb. Ilyenkor jönnek képbe a hirdetések én, amióta a kurzusra készülök, nekem 5 8 videómat gyártottam le, és ezt napi szinten hirdetem, mivel tudom azt, hogy nekem most arra van, időm, hogy a kurzust a lehető legjobbát csiszoljam. Nekem most nincs arra időm az ügyfelek mellett, hogy én napi szinten videókat vágjak magamnak, videókat fegyek fel, hanem inkább dolgoztatom a pénzemet. Tehát amikor már olyan szinten vagy, akkor a vállalkozásodnak kell rajta dolgoznod, nem pedig fordítva. Ha lesz rá büdzséd, nyilván kis büdzsével is lehet hirdetni, erről is lesz szó. Kezdj el hirdetni, de úgy, hogy mellette az organikus tartalmak menjenek. Mert ez a kettő kombinációja fogja a legjobban, a legjobban várt eredményt meghozni. Mostanra már a pénzemet dolgoztatom saját magam helyett, nyilván ezek mellett pedig figyelek arra, hogy ugyanúgy menjenek az organikus tartalmak. Mert így tudom a legjobbat kihozni. Minél több minőségi kommunikáció kifelé, annál több bevétel befelé, ahogy ezt már az előző diagramom megbeszéltük. Elemezzük ki az én automatikus ügyfélszerzésemet a kurzusnyitó eseményre, amire te is november 10-ére remélem már felregisztráltál. Én 10 darab különböző kreatívot csináltam más-más buyer personáknak, más-más célközönségének, hogy azokat az emberek, akik érdeklődnek, mindenkinek megtaláljam vagy a fájdalompontját, vagy a vágyát, videót csináltam, más videót csináltam, más kontextusba, kreatív képeket csináltam, mert tudom azt, hogy mindenki mással tud azonosulni. Csináltam 10 darab különböző videót, ami mindig más ad megoldás, vagy más problémát hoz fel. Azért, hogy mindenki tudjon azzal azonosulni, akit éppen az a téma érdekel. Megnéztem organikusan, melyik videók mennek a legjobban, 10 darabot, utána ezeket betettem hirdetésekbe, vártam egy hetet, és megnéztem, hogy a hirdetések alapján melyik az, ami legjobban konvertál, melyik amelyek nem, amelyek nem úgy teljesítettek, ott a büdzsét, amit rászántam, költségek visszavettem, és áttettem arra a kreatívra, ami a legjobban működött. Tehát itt is teszteltem, mindig megvártam azt, hogyan működik, megnéztem, milyen számokat hozott, ami nem működött, azt visszavettem, és áttettem arra, ami a legjobban konvertált. Szóval neked is ezt javaslom. Rengetegszer kapom azt a kérdést, ha túl sok infot adok, miért fognak fizetni? Nagyon jó. Én három éve csinálok TikTok tartalmakat, de minden egyes előadáson azt érzem, hogy ezt még elmondhattam volna. Ez még bennem volt, de így alakult. Minél több csinálsz videókat, minél többet foglalkozol, amivel éppen lovaglás, rally vezetés, nem tudom, bögre értékesítés, annál több info lesz a saját témádba. Minél többet csinálod, annál több mindent tudsz mondani a következő alkalomra. Nem tudsz mindent is elmondani. Ha így működne, akkor bárki felmenne a YouTube-ra, és hónapra már mindenki szívsebész lenne, meg autószerelő, és így tovább. Nem. Kapsz egy alapot, azt kezd el építeni, és utána mindenki, mindenki ember más és más valakinek fogni kell a kezét, valakinek, valakit motiválni kell, valakinek még több infó kell. Nem tudsz mindent elmondani. Plusz minden ember más és más. Ha kellően türelmes vagy, persze, meg tudsz nézni 3000 YouTube videót, és akkor már ezzel el tudsz indulni. Ha van elég türelmet hozzá, ha van elég kitartásod, mert általában mindig arra nem kapsz a videóiban választ, amire keresed egy kurzus, egy oktatás úgy van felépít, vagy az első lépéstől kezdve rendszerben, stratégiában végigvisz azon, amilyen nehézségekkel találkozol ebben a témában. Nem ide megy, oda megy, hanem szépen struktúráltan van felépítve. Most pedig nézzünk pár példa videót. Az első videót 20 ember látta organikusan, és több száz konverziót hozott. 23 ezer követővel ekkora a ma hogy csinálod? Nem a követők száma határozza meg azt, hogy mennyit pénzt keresel. Valaki ezer követővel, sokkal több pénzt jár. Megy a kettőn, hagyjál már Van konditerem is? És tényleg van konditerem? Akarod, hogy mindig itt vagy, menj már ki, fel fognak jelenteni. mondd már el a titkot. Nem mondom, ha menj ki a bunkó parasz, nem mondja el a titkot. Már a herkentyi burger is kitaláltam, ezek nem mondják. Hé, paparazzi, merre mér? Hé, te van, szépen, haza. Ez a te autód? Nem, én jártam motor, ezt beleültem. Gyere, elviszlek. Ó, köz. Oh, kösz. Ne ülj rá, ne ülj rá, november 10, ne ülj rá. Mi van november 10 -én? Azt, amit nem mondtam el neked. Mindent elmond... A konkurencia, ez azok az emberek, akik engem nem kedvelnek, mindig azt hozzák fel ellenem, hogy 53 ezer követővel hogyan tudom oktatni. És amivel ők támadtak, én kihoztam a saját előnyömre. És minden benne volt ebben a videóban, amire én fókuszálok. És ahogy mondtam, valaki 1000 követővel, 500 követővel sokkal több pénzt jár, mint akinek van 1000 100 követője. Nyugodtan menj föl, és nézd olyan csatornákat, 100-200 ember követi, aztán futárkodik, ilyen kuponkórokat tesz be magába a profiljába. Azért, mert nem tudja kihasználni a követőket, mert az egy szám. Nézzünk még egy példát. Ezt a videót 500 ember látta és közel nem hozott annyi konverziót. Nyilván a célja nem is ez volt. Ez egy plastikas sebész videó lesz. Az az idő, ami alatt fel lehet épülni egy mellműtétből? Műtétből? Hát, mint egy baleset. Egy hónap. Egy hónap? Másfél hónap? Szerintem max. egy hét. 3 hét? Négy? Szerintem körülbelül 4-6 hét. Hát, ez nagyjából szerintem egy fél év. Annyi szerintem. Ugye itt lehet látni a számokat, 33 ezer like, 3.000 mentés, 300 tovább küldés, 83 komment. Itt az emberekre kérdeztük maga arról, hogy ön szerint meddig tart egy melműtétbe való felépülés. Nyilván ez ez a műtét ugye drága, ugye nyilván nagy költség, mint mondjuk egy kurzus megvásárolása, de ezzel a két példával azt akarom érzékeltetni, hogy 10.000 megtekintésből is lehet sokkal több pénzt csinálni, mint 500.000 megtekintésből. Ha jó kommunikáció, tiszta, és úgy fogalmazol abban a videóban, hogy azoknak, akiknek ez a, problémá, ez a problémájuk, vagy erre vágynak, őket felkelted, és hozzá fognak jönni. Meg fogom mutatni a legjobban konvertáló videónkat, és éppen a kollega pedig a kamera mögött veszi föl. Ez a videó azért sikerült nagyon jó, mert sikertörténet. A siker történet mindig jól megy. Mivel, ahogy mondtam már, hasonló cipőben lévő embereknek a sztoriát sokkal jobban elhiszed, mint ha én mondanám a saját magamról, hogy mekkora király vagyok. Ebben a videóban szintiszta igazság van, csak minden szava igaz, és mára már ha kamerába bejönne, itt látan hogy mögöttem van az úriember. De már feltöltő voltam Jéjjé. még fél éve, emlékszem, te szolgáltál ki. De, de azóta kirúgtak. És mi finálsz most, gondolom, nem lehet átérni. Most éppen az egyik ügyfelem videóit vágom. Három hónapja egyéni vállalkozóként operatőr és vágó vagyok. Ez így full egyszerű. Hogyan csináltad? Én már azért is foglalkoztam hobbiból videó készítésével. Gondolom ezzel a videóval találkoztam, ugye lehet látni, ez van hirdetésfő és teszteltem, nagyon jól ment, meghirdettem. Ugye ebből a videó alá rengeteg kommentőt, hogy hazugság, átveri mindenkit, nyilván a konkurencia. Én ebbe a videóban azt ígértem, hogy telefonnal, TikTok videók vágásával, a TikTok tartalomgyártással pénzt tudsz keresni. Én nem azt ígértem ezzel, a videóba, hogy a képzésem után te leszel a világ legjobb Hollywood operatőrje, hanem azt, van a zsebedben egy telefon, megtanulsz videókat készíteni, videókat gyártani, akkor képes leszel pénzt keresni a palkó, illetve a többi kollégám a legjobb példa erre, hogy meg lehet csinálni mindegy, hogy árufeltöltő vagy, a belskába dolgozó, szocizó, tök mindegy. Ha kreatív vagy, tanulsz, fektetsz időt a tudásba, majd ezt a gyakorlat bármiszed, akkor ezt te is meg tudod csinálni. Hidd el, pofon egyszerű az egész. Ha csinálsz arról a videót, hogy valaki honnan, hová jutott el, tehát bemutatod azt az utat, amin ő végigment, a lépésekkel, a tanulságokkal egybekötve, az a legjobb hitelesség arra, hogy te tudsz másodnak segíteni. Ez akár lehet szolgáltatás, a terméknél ugyanúgy, csak akkor a terméket kell úgy megmutatni a videóban, hogy mióta használja, mi változott benne. Nem a terméket veszük meg, nem a kurzus veszük meg, azt veszük meg, amit a kurzustól kapunk. Ezt kell mindig megcserélned. Ahogy mondtam, ami működik, abból csinálj többet, addig csinálj még működik, ami nem megy, tanulj belőle, és jöjj rá arra, hogy vajon miért nem működött a tartalom, a tálalás, az előadás mód a legfontosabb. Én saját magamról tudom, ha én picivel szebben kommunikálnék, jobb lenne a tempom, a hangsúlyom, sokkal nagyobb számokat érnék el, de hozzám képest, ahogyan beszéltem három éve, el sem és így is, Előadást fogok tartani Magyarország legnagyobb kkv és marketing fesztiválján, TikTok témában úgy, hogy tudom saját magamról, sőt, má, má, sőt akik felkértek és tudják, gyorsan beszélek, néha belehibázok, de ez vagyok én. Így születtem, elfogadtam, nyilván javítom a saját hibámat, elismerem azt, tökéletes ember nem létezik. Ez olyan, mint aki jár tipmixelni, mindig azt mondja el, amikor nyert a nyertes szervét, amikor bukik, azt senki nem mondja el. Milyen érdekes. Ahogy mondtam, miről akarod, hogy megismerjenek? Én az első diagramon azt akartam, hogy aki látja az én szakállas képemet, egyből tudja azt, hogy én minimum az ügyfeleidet megduplázom. A kurzusomból rengeteg bevételre fog szertelni. A kurzusom segítségével fel tudsz építeni egy olyan csatornát, hogy végre olyan tartalmakat fogsz gyártani, hogy az ügyfelek le fognak rohamozni. Az a srác, aki kreatív, ötletes és jó TikTok videókat csinál cégek számára. Elérés nem minden. Én nem fókuszálok arra, hogy mindenki találkozzon a videómmal. Nyilván teszek bele olyan elemeket, amiről majd lesz szó, amivel segítem az, hogy jobban terjedjen, nyilván minél nagyobb a szám, annál több esélyed. Ne felejtsd el, a hülyeségre mindig hatalmas igény van, a hülyeségből pedig nem lesz bevételed. Ne rendelj alá mindent, hogy mindenki is lássa a videódat. Tehát 500, ha én azt akarnám, hogy 500 ember lássa a videómat, akkor most ugrok a Dunába egy hasast, mindenki rajtam, jól lejáratom magamat, de senki nem fog tőlem venni semmit. Kivéve, ha mondjuk olyan Pólóba ugrok be a Dunába, Férmeszkóba vagy gatyába, amit utána el tudok adni. Mert, a, mert akkor már van benne valami eladás szélhez, hogy én akar foglalkozok, akkor el tudok adni. De ha most így beleugranék, akkor csak magamat járatnám le. Mit jó egy videó? Nem állsz be a sorba, és kerül a sablonos kezdéseket. Erre is hoztam egy példát. Reszemtől kaptam 70 millió forintot lakást vennék. Daszade. Az exemtől kaptam 70 millió forintot. Lényegtelen kitől kapta a pénzt. Kaphatta volna a papájától, a szeretőjétől, bárkitől, vagy lehet, lehetett volna a saját zsebébe. Elmondta azt, hogy mennyibe kerül ez a lakás. És ebben a videóban ez a lényeg, hogy 70 millióért mit tud venni. Az, hogy ez a pénz honnan van, az tök mindegy. Aki egy 70 milliós házat megvesz, a videó alapján nem fogja érdekelni azt, hogy a videóban szereplő hölgynek honnan van a pénze őt, az fog érdekelni, hogy milyen az ingatlan, de ahhoz, hogy minél több ember ez, ez, el tudja jutni, ahhoz úgy kell kommunikálni, hogy akik ezt komolyan veszik, általában azok, akik soha nem fognak venni semmit, nem hogy ingatlant, ők kommenteljenek a videód alá. Következő. A kéne, hogy meg tudjak venni egy 50 milliós kégrét, mit csináljak? Akkor nagyon sürgősen meg. 25 millió kéne, hogy meg tudjak venni egy kégrét. 52 ezer like, 7 tovább küldés, 9.000 ezer ment, és ugye ezt rávittük erre a csokos témára, hogy ha megnősülsz, akkor ez meg ez történik. De ez az kell, hogy meg kell nősülnöd, és pont az volt az eleje, hogy 25 millak kéne kellően flagmán, kicsit ilyen polgárpukkasztó jó értelemben. És utána a videó, a húk után a videó pedig full komoly. Tehát itt mindenkit becsalisztunk, és nem azt mondtuk, hogy, hogy lejár a csok, meg gyorsan nősül meg, hanem hogy átvittük egy ilyen humoros kezdétbe is a számok minket igazolnak. Akkor jó egy videó, amikor benne van ez a wow faktor, amikor látsz egy olyan videót, amit végignéztél és tetszett, akkor próbáld meg rájönni arra, hogy azt a videót miért nézted meg, miért tartotta ott a figyelmedet, és ez megvan, akkor ezeket vidd át a saját videódba. Minél érdekesebb, kreatív story sztori, annál jobban nézhető. A story adja el a terméket, és hoztam még egy példa videót. Ez megint picit ilyen polgárpukkasztó kezdés lesz, de nyilván aki érti, érti, aki pedig komolyan veszi, az pedig soha nem vesz tőled semmit. Ettől az élménytől tuti befosol. Itt vagyunk Budapest. Ettől az élménytől tuti befosol. Nyilván jobb lett volna azt fogalmazni, hogy ettől az élménytől nagyon meg fogsz ijedni, így foglak megijeszteni, de ebben semmi olyan nincs, ami, amiért én elmennék, vagy ezt a videót elkezdeném nézni. Így, hogy picit ilyen vadabbul fogalmaztunk, mert a Én őrült cég, sokkal jobb volt a videókezdése. De innentől kezdve csak maga az élmény bemutatása jön. Aki rángatja a pofonfát, abba bele fognak állni, de addig rángatja a pofonfát, amíg nem fog átmenni komolytalamba. Nagyon sokan azt kérdezik tőlem, ha hibázok a videómban, ilyen pici hibákat beleteszek, az fogja -e veszíteni az én hitelességemből. Annyit kell hibázni, jó értelemben rángatni a pofonfát, hogy azok az emberek, akik nem fognak venni tőled, nem vagy szimpatikus, őket kihasználni arra, hogy a videód elérését megdobják. Mivel, ha valami dolog nekik nem tetszik, kommentelnek. Én azt imádom a legjobban, amikor az én videóm alatt két ember a saját igazát védi, és komment háború van. Mivel az interakció és a megtekintés a TikTokon a legfontosabb. Legyen dinamikus, legyen benne tűz, lendület, ne legyen, ne unod fejjel kommunikál, mert ha te nem bizol abba, amit te mondasz, akkor más se fogja elhinni. A dinamika, a mosoly az mindenki számára ragályos. Ne nyújtsd a videót hosszát lényegtelen dolgokkal. Minden egyes kimondott szónak jelenetnek legyen tartalmi hozzávalója. Tehát nem kell azt mondani és azért, mert legyen rövid, minden egyes szót vegyél ki, ami nem fontos és nem ad hozzá tartalmilag. Mert csak akkor hosszabb lesz a videó. Nyilván lehet egy perces videó is nagyon jó, lehet fél perces, de próbálj tömören és kreatívan fogalmazni. De a szövegírási résznél ezt úgyis át fogjuk venni a következő napon. Utolsó téma, a trollok és a bolondok. Gyertek, itt vagyok, alig várom, hogy kommenteltek. Nekem hatalmas segítség vagytok. Ahogy mondtam, aki rángatja a pofonfát, bele fognak állni, de jó értelemben rángos, hogy aki van egy csöpp esze, ő pontosan tudja, hogy miért fogalmaztál így, aki pedig nem, ő pedig kommenteljen a videód alá. Erre is hoztam egy példát. Ezt a videót 800 ember látta. 900 ezer van mögöttem, sorolom, hogy mikből te Itt a lényeg az, hogy elmondja, hogy 34 millió 900 ezer van mögöttem, és utána elmondja azt, hogy melyik kocsi mennyibe kerül. Köszönöm. Két ütemű Trabant, 1 millió. Kis... Ahogy lehet látni, 444 komment van alatta. Itt mondhatta volna bármilyen összeget, autók mindig változnak, ez annyiba kerül, ez annyi. Lényegtelen, itt mindenki belát abba, és kis még kerül egy millió forintba. Még kerül annyiba. Lényegtelen a videó szempontjából az volt a fontos, hogy be tudjuk azt mutatni, hány régi autót lehet tőlünk bérelni. Az, hogy mennyibe kerül, tök mindegy, mert nem eladóak, csak ki lehet őket bérelni. Itt mondhattam volna bármilyen számot, 420, 492 ezer, 300 000, tök mindegy, mert akinek az inger küszöbben az igazságért a nagy az úgyis kommentelt volna alá, mert nem értett volna velünk egyet. A TikTokra kiposztott videókat nyugodtan tett föl a YouTube shortra is. Egy kattintást én a YouTube short videókkal kerestem eddig 27 ezer forintot. Tehát bátran az itt elkészült videókat tett föl a TikTokra, a Pinterestre, Instagramra, a Facebookra, hogy még jobban terjedjen. Nyilván a két pl a platformok között van egy kis átfedés. 54 ezer követővel mégis nekem hogyan sikerült lakást előadást tartanom, irodát nyitnom, ezeket már megbeszéltük. Az első és legfontosabb, én pontosan tudom azt, hogy mi a hiányosságom. A konkurencia, amit ellenem felhoz, én abban úgy beleállok, hogy elmondom, hogy igazuk van, mert nem akarok konfliktus senkivel. Ha beismered azt, hogy te valamiben nem vagy jó, az önirónia a legjobb módja annak, hogy az emberek szimpátiáját kiválts. Ha nem kedvelnek, nem kedvelnek nekem is vannak olyan emberek, akikkel nem szimpatizálok, de eszembe se jutna nekik kommentelni, megosztani, reagálni a videóikra, mert én nekik így segítek a legtöbbet. Ha nekem sikerült beszédhibásként lakás vennem, céget építenem fel, rengeteg ügyfel kiszolgálnom, te, aki sokkal szebben beszél, jobban artikulál, akkor százszor akkor eredményt fogsz elérni, Belerakod a munkát. Erre már rengeteg példát mondtam, és a következő napokban fogok még mondani siker Amikor azt kapom, hogy több milliós eléréssel lehet ügyfeleket szerezni, van itt egy videó, 180 like jött, és utána kaptam egy e-mailt, hogy érdekli az, amit csinálok. Higgyétek el nekem, 100 megtekintés is lehet ügyfelet szerezni, az tiszta kreatív az elérés, nem minden. Minden ügyfél más és más, minden ügyfelet más-más hasznos információval tudsz meggyőzni, hogy te vagy számára a legjobb választás, több referencia, több munka, több behind the scenes, valakinek több termékkel, ezeket szépen szed ki és készíts különböző ügyféltípusoknak különböző videókat, ne csak egyre fókuszálj. Lehet a legjobb ügyfeled, ma fog találkozni a videóddal, de el kell telnie fél évnek ahhoz, hogy annyi értéket, bizalmat kapjon tőled, hogy végre meghozza a döntés, hogy itt számomra a Gergő kurzusa egy jó döntés lesz. Ezt ne felejtsd el. A TikTok videók az értékesítési töltséred legelső eleme. Nyilván el lehet adni direktbe is, de a TikTokon az első cél az, hogy ismerd, hogy ismerjenek meg a márka ismertséged, jobban terjedjen. Minél többször nyílik meg az én képzésem, Általában annál jobb számokat csinálok, művel én közben nem állok le a kommunikációval. Ahogy egyre erősebb lesz a márkád, annál könnyebben fogsz még több pénzt keresni. Ne felejtsd el, egy Starbucks-os kávé 3000 forint, ugyanazt a kávét, ha nem menne rajta a Starbucks, meg tudnád venni 300 forintért. A luxus termékek ezért nagyon jók, mert ott a márkát kell megfizetni, nem a terméket. Ha, ha erős az én márkád, amihez kellene tartalmak, rendszeres tartalmak, akkor Sokkal, jobban, sokkal könnyebben fogsz több pénzt csinálni, és sokkal egyszerűbb lesz az ügyfélszerzés. November 10-én pedig ismét megnyílik az első videótól a Milliós Bevételi című online képzésem. Itt a képernyőn lehet látni a sikerszorikat, de ahogy mondtam, rengeteg ilyet fog még hozni. Nagyon jó a tanfolyam, most, mély, most mélyültem el a kurzusba, és már nagyon bánom, hogy csak most kezdtem el. Nyugodtan ezeket olvasd el. Ők ugyanolyan egyszerű emberek, mint amilyen te vagy, mint amilyen én vagyok, de ők számodra a legjobb motiváció, ha ezt megcsinálod, akkor te is ilyen szép számokat fogsz hozni, vagy a szebben beszélsz, még jobbat. Holnap pedig találkozunk a kívás harmadik napján, a kurzussal kapcsolatos minden információt pedig megtalálsz a videó alatti leírásban, regisztrálj fel, november 10-én pedig megnyílik ismét a kurzus, holnap pedig találkozunk kihívás harmadik napján. Addig is hajrá és jó tanulást!